A regionális bajnokságban azok a kosárlabda csapatok szerepelnek, amelyek nem jutottak fel az országos főtáblára. Az NKK 5-ös serdülő együttese Savic Brane irányításával kezdte a szezont, amelynek végén első helyen zárt az északkeleti régióban. A nyíregyházi fiatalok így bejutottak a Kecskeméten rendezett regionális bajnokok döntőjébe. Az NKK 5-ös a Vasas Akadémia B csapatát 59-47-re, a Soproni Sportiskola B együttesít 70-64-re, a házigazda Kecskeméti Kosárlabda Akadémia B gárdáját 55-49-re győzte le, így aranyéremmel zárta a tornát. Először is szeretem gratulálni ez a játékosoknak. Nehéz volt. Amiatt nekem teljesen más mentalitásom van, mint a magyar emberek. Pedig edzésről edzésre, hétről hétre, hónapról hónapra lassú, jobban kezdtünk nézni, mint a csapat. És kemény munka, egész év kemény munka volt. Idő és sok munka kell berakni, és a legfontosabb időbe, mikor volt ez a torna, a legjobb forma sikerült hozni. Az NKK elnöke szerint óriási fegyvertény, hogy lényegesen nagyobb merítési lehetőséggel rendelkező klubok csapatai előtt szerezték meg az elsőséget. Mind a három csapat egy kosárlabda akadémiának a B csapata volt, de hát ez borzasztó nagy fegyvertény, hogy az NKK 5-ös itt veretlenül győzni tudott, hiszen a mi csapatunk egy egyiskolára alapozott, egy iskolai bázisra alapozott tulajdonképpen iskolai csapat, akinek az ellenfelei egy sokkal nagyobb lehetőségekkel, anyagi háttérrel, létesítmény háttérrel versenyző akadémiai B csapatok voltak. Én azt mondom, hogy a tavalyi évben ezt a versenyt itthon nyertük meg, ez sokkal nagyobb dolog volt, mert idegenben, idegen pályán legyőzni ezeket az akadémiai csapatokat, ráadásul a hazai rendező csapatot az utolsó mérkőzésen, nagyon nagy sportélmény volt, és köszönet a srácoknak és a szülőknek érte. Makrai László elmondta, az elmúlt szezonban 8 korosztályos csapatban 114 igazolt játékos szerepelt az NKK színeiben. Mivel újabb iskolák bevonásával bővül a bázisuk, ősztől nő majd a csapatok és a játékosok száma is.